Panni az asztalnál ült, rajzolgatott, különféle színekkel festette ki a képeket. Egyszer csak az asztalra ugrott a sárga szemű fekete cica, és figyelmesen nézegette a rajzokat. Mit csinálsz, Panni? Kérdezte kíváncsian, és puha, fekete mancsát rátette a kislány vállára. Házacskát rajzolok neked, felelte Panni. Nézd csak, cicuskám, pirosra festem a tetejét, az ajtaját meg sárgára. Csak azt nem tudom, mit itt csinálok majd ebben a házikóban. Tüzet raksz, és felforralod a tejecskédet. És már oda is rajzolt a Panni a bodros füstgomolyagot, az vidáman szállt felfelé a kis házacska kéményéből. Hát, az ablaka hol van? Kérdezte a cica. Igazán tudhatnád, hogy a cicák mindig az ablakon ugrálnak be. Szép kis ház, ez nyáú, mondhatom, még ablaka sincsen. Ne türelmetlenkedjél, már itt is vannak az ablakok, szólt szelíden Panni. Egy, kettő, három a ház oldalára, egy meg a padlásra. Szép egyenes vonalakkal rajzolta meg a kislány a négy kicsi ablakot, de a cirmot csak tovább kérdezgette. Hát, sétálni hol fogok? Vagy mindig csak itthon unatkoztam? Panni szép deszkakerítést rajzolt a ház köré. Itt sétálhatsz majd, cicuskám, ez lesz a kert, kaput is rajzolok rá. Nézte a cirmos a képet, azután gúnyosan megszólalt. Ezt nevezett kertnek? Hisz ez csak üres udvar. Várjál, mindjárt rajzolok neked egy gyönyörű szép kertet is. Látod, itt van egy virágágy, mellette egy almafa. Sok-sok piros alma terem rajta, ezt a két kerek ágyást meg zöldségekkel ültetjük tele, az egyikbe sárgarépát ültetünk, a másikba káposztát. Káposztát? Nyávogta a cica. Nem vagyok én tapsifüles, hogy káposztával éljek. Ha kedvem szottyan egy kis horgászásra, hol fogok majd aranyhalacskát? Panni már rajzolta is a kis kékvizű kerek tavat, és bele három aranyhalacskát. Na jól van, ezzel meg vagyok elégedve. Dorombolt a cicus. De, Pannikám, ugye lesz baromfi is a kertembe? Persze, hogy lett cirmoskám. Nézd már, itt is van ez a bóbitás kendermagos tyúkanyú, kapsz még három pelyhes csibét is. A cica megnyalogatta a szája szélét, elégedetten dorombolt. Miau, miau, ezt már szeretem. Hát a kis egerek, ugye lesznek egerek is a házikomban? Szó sincs róla, egér nem kerülhet a házba. És ki őrzi majd a házacskámat, ha elmegyek hazúról? Ne félj, lesz házőrződ is. Panni rajzolt is egy kis takaros kutyaólat, eléje meg egy rövid szőrű, kurtalábú, cipőgombszemű kis kutyát. Látod, cicuskám? Ez itt fickó kutya, ő vigyáz majd a házadra. Ebben a pillanatban a cica villámgyorsan leugrott a padlóra, felkunkorította a farkát, felborzolta a bundáját, sárga szemecskéje csak úgy villogott, mikor megszólalt. Tulajdonképpen, nyáu, nem is tetszik nekem a házad, sem a kert, sem az aranyhalacskák, nyáu, nem akarok benne lakni. És elrohant cicus sértődötten, haragosan, úgy elszaladt, vissza se nézett Pannira. Ugye tudod, hogy miért gondolta meg magát olyan hirtelen? Ez a szeszélyes cica.